Szia! Ebben a videóban arról lesz szó, hogy mi az akadálya a szintlépésednek, annak, hogy egy magasabb életminőségen élhess, és miért van az az érzés benned, amikor valami újat tanulsz, újat sajátítasz el, vagy új információval találkozol, hogy egyrészt egy ellenállást érzel, másrészt tagadást, harmadrészt pedig egy menekülést érzékelhetsz magadban. Most zajlik egy nagyon-nagyon fókuszált tanfolyam, ahol a résztvevőkkel, mivel ez egy hosszabb tanfolyam, van idő átbeszélni ezeket a kérdéseket, ezeket a kétségeket, és szeretném megosztani veled ezt a tapasztalatot, mert egyrészt ezt évek óta folyamatosan megosztom magasabb szinteken tanuló tanítványaimmal, másrészt azt gondolom, hogy ez egy olyan felismerés lehet neked is, ami szerintem nagyban megkönnyíti az önfejlesztésedet és az önmunkádat, és megérted a saját működésedet, és bízom benne, hogy ezzel tudok neked segíteni abban, hogy sokkal gördülékenyebben, sokkal gyorsabban tudjál haladni az utadon. Szóval, mi az oka annak, hogy egyrészt ellenállást, tagadást és menekülést érzel, amikor haladnál az úton? Egyrészt ez egy teljesen természetes folyamat. Ezt én is megélem, te is megéled, mindenki megéli a világon, amikor egy komfortzónán belül lévő életszínvonalon, információ, tudás színvonalon túl szeretne lépni. Tehát amikor elkezdesz valamit mást tanulni, elkezdesz egy új munkát, elkezdesz új élethelyzeteket megtapasztalni. Fontos tudnod, hogy ez azért is van, mert bekapcsol az egód védekezési mechanizmusa. Tudom, hogy nagyon sokféle dolgot tudsz olvasni, hallani, különböző helyeken, interneten, barátoktól, ismerősöktől, tanfolyamokon. Nagyon sokszor hallom, hogy az egó rossz, az egó így, az egó úgy, az egó az ellenséged, ezt felejtsük el. Az egó ugyanúgy a te szerves részed, mint hogyha a karodat néznénk, vagy a lábadat, hozzád tartozik. Neki is megvan, vagy az egódnak is megvan a működési mechanizmusa. Megvan a funkciója. Itt igazából én azt gondolom, ez az én gondolatom, nem kell ezzel egyetértened, de lehet, hogy ezzel te is távolabbra, messzebbre tudsz jutni, vagy elindít benned egy gondolatfolyamot, és ezt nyugodtan oszd meg velem is, hogy az egód az van. És ez nem jó vagy rossz, hanem van. Az igazi probléma az a tudáshiány. Az igazi probléma az az, hogy nem tudod, hogy hogyan működik, hogy nem tudod, hogy hogyan működtesd, és nem tudod, hogy mi az oka annak, hogy azokon az érzéseken és állapotokon mész keresztül, amiken. Na most, én azt gondolom, hogy az első és legfontosabb pont itt az a tudásnak az elsajátítása, és utána pedig megtanulni, hogy hogyan működtesd, ugye, saját magadat is, illetve az életedet. Mert aki egyébként már jár hozzám tréningekre, tanfolyamokra, nagyon sokszor ezt szoktam mondani, hogy az életben törvények vannak. Hogyha ezeket a törvényeket te ismered, akkor azok az életterületek, amiknek a törvényeit ismered, azok működni fognak az életedben. Ez azt jelenti, hogy megvannak a párkapcsolatnak is a törvényei, megvannak a munkának, a pénznek, az egészségnek, mindennek megvan a törvénye. Ha te ezeket a törvényeket tudod, elsajátítod, működteted, ugye itt azért nagyon sok pont van, ahol egy el lehet siklani, akkor működik, akkor szokták mondani, hogy ez az illető sikeres, hogy ez az illető hiteles, hogy ez az illető ugye boldog, kiteljesedett, és még sorolhatnám. És vannak ugye azok az emberek, akik vagy nem tudják ezt a tudást, és igazából mindannyian így kezdjük, mert ugye gyermekként nem tudjuk ezeket a szabályokat, de van, aki ezt elsajátítja, valaki pedig soha nem sajátítja el. És aki nem sajátítja el, annak nem fog működni. Nem fog működni az, hogy ugye sok pénze legyen, boldog párkapcsolata legyen, tökéletes egészsége legyen, mert vannak olyan információ morzsák, vagy tudás részek, amiket nem tud. Ezért én mindig azt szoktam mondani, hogy ha valamit nem tudsz, akkor menj és tanuld meg. Szerintem ez a legegyszerűbb történet. Én legalábbis így működöm. Én rengeteget tanultam az elmúlt években, évtizedekben. Az egész életem erről szólt, hogy tanultam, és ez nagyon jó, mert rengeteg tudás felhalmozódott, és nagyon jó, mert nem csak tanultam, hanem működtettem is, így rengeteg tapasztalat is felhalmozódott. Úgyhogy én nagyon-nagyon jónak tartom ezt a gondolatmenetet, hogy nem csak, egyrészt nem csak tanulni, hanem azt működtetni is, mert csak így fog működni egyrészt a történet,
Másrészt nagyon nem mindegy, hogy hol tanulsz, mit tanulsz, kitől tanulsz, hogyan tanulsz, tehát itt nagyon-nagyon-nagyon sok mindenre kell odafigyelni. Nekem is hosszú évekbe telt, mire rájöttem arra, hogy én hogyan tudok jól tanulni, hogy kinél érdemes tanulni, hogy mit érdemes tanulni, tehát ezt ne úgy képzeld el, hogy így kész van minden, és ott van, és tökéletes, hanem ez egy folyamat, ez egy folyamat. Na már most, és egy folyamatnak ugye nagyon sok része van, és minden résznél el lehet siklani, ugye ki lehet jönni erről az útvonalról. És ilyenkor szokott az lenni, hogy amikor elkezdesz fejlődni, csak hogy értsd, amikor elkezdesz fejlődni, az egód az egy biztonsági játékos. Ő azért van, hogy te túlélj. Ő a te túlélésedért van. Ő védelmez téged. Tehát tipikusan van egy komfortzónád, és azon kívül akarsz menni, bármilyen életterületen, akkor bekapcsol ez a védekező mechanizmus, ez a, hát ez nem lesz jó, ez félelmetes, ez nem biztonságos, ezt inkább ne, ez hülyeség, és így tovább, és így tovább. És nagyon sokszor bekapcsol a menekülés érzés, hogy na jó, ezt hagyjuk, inkább menjünk vissza a kiinduló pontra, jó az úgy nekünk, ahogy ez eddig volt. Az életünkben eddig is teljesen jól elérdegeltünk. Miért kell nekem kilépni a komfortzónából? Tehát ez egy teljesen természetes, evolúciós örökség, hogy szeretnél életben maradni, és azt érzed, azt gondolod, hogy az új szituációk, az új tudás, azok kibillentenek téged a biztonságodban. Úgyhogy ez legyen ott a fejedben, legyen ott az elmédben, hogy tudd, amikor legközelebb ilyen van, hogy tudd, hogy oké, ez egy teljesen természetes reakció, ez egy evolúciós örökség, de én akkor is megtanulom ezt, én akkor is elkezdem ezt az új dolgot, projektet, bármit az életemben, mert én szeretném, és tudom, hogy ez jó lesz nekem. Most lehet, hogy még nem annyira jó, de hosszú távon, ha én ezt elérem, és szeretném, és kitartok, akkor jobb lesz az életem. És ez a másik fontos dolog, mert azt is tapasztalom, ugye rengeteg emberrel dolgoztam együtt az évek alatt, én is ugye rengeteget járok továbbképzésre, fejlesztem magam, hogy amikor szembe találkozol egy olyan gondolattal, vagy egy olyan információval, ami pont szembe megy azzal a gondolatisággal, azzal a tudással, amit te eddig működtettél az életedben, egyszerűen ott lesz egy konfrontáció, ott lesz egy ellenállás. És ez pontosan azért van, mert nem tudod belehelyezni a világképedbe, abba a biztonságos világképbe, ami eddig felépítette az életedet. Úgyhogy ez megint egy teljesen természetes folyamat, és itt megint okosnak kell lenned, és azt mondanod, hogy oké, ez természetes, eddig így gondolkodtam, most jött egy új információ, na vizsgáljuk meg, hogy akkor ez hogy van az én életemben. Ez nagyon fontos, mert itt nagyon sokan felszokták adni a fejlődést és az önfejlesztést, mert amikor jönnek az első ilyen nagy felismerések, vagy szintlépések, vagy nagyon új információk, csípőből elutasítod, mert egyszerűen nem tudsz vele mit kezdeni. Ez megint egy teljesen természetes folyamat, de legyél résen, próbáld meg saját magadat kívülről figyelni, ugye? Én coachinggal is foglalkozom, és nagyon-nagyon jó, mert elsajátítasz egy külső szemlélőt magadban, tehát fogod tudni figyelni magadat kívülről, hogyha ugye ezeket a készségeket elsajátítod például. És miért van a menekülés? A menekülés megint ugyanígy ez a rész olyan szempontból, hogy önvédelem. Hogy véded magad, hogy véded az életedet, véded azt a mindent, amit eddig felépítettél, mert hogyha te megléped azt, tehát ha mondjuk egy másik munkahelyre mész, vagy valami befejezel az életedben, vagy valami újat kezdesz az életedben, az lehet, hogy egy olyan szintű stressz, az lehet egy olyan szintű változás az életedben, amit most úgy érzed, hogy nem bírsz elviselni. És ilyenkor a legegyszerűbb útvonal, a menekülési útvonal, amikor kifarolunk az adott kényelmetlen helyzetből. De ez nem biztos, sőt biztos, hogy nem fogja a fejlődésedet szolgálni, hanem ez a könnyebb út választása.
ezzel sincs semmi baj. Tehát a fejlődés sem egyirányú, nagyon sokszor ugye ez van a fejlődésben, tehát ezt tudnod kell. Viszont, hogyha ezeket az információkat nem tudod, vagy erre nem jöttél rá, vagy nem figyelted meg magadon, akkor ugye az első ilyen, vagy második, harmadik ilyen esetben fel fogod adni. Én ezt látom nagyon sokszor, amikor dolgozom emberekkel, és önfejlesztésen dolgozunk, de akár karrieren dolgozunk, vagy párkapcsolaton dolgozunk, hogy ezt az információt nem tudják. És ezen kívül még több olyan információ van, ami szükséges annak a tudása ahhoz, hogy te simán tudjál előre haladni az életedben. Ha szeretnél ezekről még többet tudni, ha szeretnél még több hasznos információval rendelkezni, akkor tarts velem, és én nagyon nagy örömmel osztom meg veled mindazt, amire eddig rájöttem, és amit én is tudok. Legyen gyönyörű szép napod, és jó önfejlesztést kívánok!